ott valami foltocskát, vagy hogy mondjam, talán ilyen foltszerűt látunk? Mikroszkópon át a saját szemükkel nézhették meg a kéti óvodások, milyen fonalférgek találhatóak meg a szűretlen vízben. Aztán azt is szemügyre vehették, hogy néz ki a már megtisztított ivóvíz. Néhány méterrel arrébb pedig az ivóvízzel kapcsolatos ügyességi vetélkedőn próbálhatták ki magukat a két gyerekek. Ebben az intézményben nem csak most, hanem minden napon nagy gondot fordítanak arra, hogy a hozzájuk járó gyerekek már a legfiatalabb korban elkezdjenek megismerkedni a környezetvédelem és a tiszta ivóvíz fontosságával. A vízünk az szűrt víz, abból isznak a gyerekek. Ott a csapnál elmondtuk, hogy addig töltjük csak, ameddig megisszuk, tehát ne öntsünk ki vizet. Amikor kezet mosunk, akkor is mielőtt beszappantozzuk, megvizezzük, de elzárjuk a csapot, szappanozunk, és utána nyitjuk ki újra a vizet. A gyerekek az Erőv ZRT az ivóvizet népszerűsítő kampányának részeként vehettek részt az életkori sajátosságaikhoz összeállított szemléletformáló programon. A vízszolgáltató cég munkatársai a következő hónapokban az ellátási területükön minél több hasonló programot akarnak megvalósítani. Maga a kisgyermek is formálja otthon a szüleit, illetve a nagyszüleit is, mert van rá olyan példa, hogy akkor otthon elmondta, hogy apa, anya az óvodában mez volt, és akkor zárjuk el a vízcsapot, kevesebb vizet fogyasszunk, más dobjunk be a szennyvízbe, és ez már megérte. Az Erőv ZRT munkatársainak a célja, hogy valamennyi településre eljussanak hasonló programokkal, ahol a vállalat ivóvizet szolgáltat.